2023-as magyar diugrató szezon legfontosabb eseményén, a magyar diugrató országos bajnokságon vettünk részt itt Budapesten, a Nemzeti Lovardában. A 14 éves Szuhai Rodrigóval beszélgetünk, aki talán mondhatjuk hatalmas meglepetésre 14 évesen megnyerte élete első felnőtt országos bajnoki címét. Hogy sikerült ezt neked megnyerni 14 évesen? Nem tudom, első nap még nem gondoltam, hogy megnyerem. Csapatban sikerült menni egy dupla nullát, és utána már bíztam benne, hogy dobogós leszek. Igen, és itt az utolsó döntő napra első helyezettként érkeztél. Mekkora nyomás volt rajtad? Mennyire izgultál? Első fordulóban nem izgultam annyira, inkább a második fordulóban. Kik voltak a legnagyobb vetélytársak? Mit gondolsz? Kitől tartottál, hogy megelőzhet? Cékusz Zoltántól, Szabó Gábortól, Vándor Zsófitól, és Lázár Zoltántól, és ugye a bátyámtól. Egy remek eredményt értél el most, de az egész családotok benne van ugye a lovassportban, már régóta rengeteg felsorolhatatlan, számtalan sikert értek el. Mi a titkotok? Mi van ennek a hátterében? Minek köszönhetjük ezt? Hát egyébként nem tudom, a szorgalom. Mennyi gyakoroltok? Hol készültök fel versenyekre, hogy ilyen eredményesek vagytok? Miskolc mellett 10 kilométerre, saját lovardánkba, ott készülünk, édesapukámmal, Szuhai Gyulával, papummal, idősebb Szuhai Gyulával és edzőmmel Nagy Andrással. Most kint voltunk Németországban egy hónapot Szentírmai Ferencnek. Neki is nagyon sokat köszönhetek, most jöttünk haza. És milyen volt ez a verseny hétvége itt a Nemzeti Lovardában? Milyenek voltak a pályák? Hogy tetszett a verseny? Szeretsz itt versenyezni ezen a helyszínen? Ez az egyik kedvenc versenyem itt Magyarországon. Nagyon jók voltak a pályák, Karádi Laci nagyon jókat rakott. Technikások is voltak szerintem. Mikor döntöttétek el, hogy a felnőtt mezőnyben fogsz indulni 14 évesen? Itt Szladek Péter mondta, hogy bármelyik kategóriában elindulhattál volna igazából, hogy a felnőtt versenyt választottad. 2022-ben döntöttük el, még Szilvásváradon, ott is a felnőtt mezőnyben indultam, ott csapatban, családommal bajnokok lettünk. És akkor, ha jól gondolom, akkor egy év óta ez, az a verseny óta erre készültetek, és most egy győzelemmel sikerült ezt megkoronázni, ezt a felkészülést? Igen. És akkor itt vagyunk 14 évesen egy ilyen remek sikerrel a hátad mögött. Hogyan lehet ezt még überelni? Mik a további célok? Mit szeretnél elérni ebben a sportban? Még jó lenne egy Európa-bajnoki érmet behúzni 2024-ben. Ugye évet váltok, mert eddig gyerek voltam, most jön az ifi korosztály. És most lépek át ifi korosztályban, és jó lenne Európa-bajnok lenni ifiben. Igen, ha jól tudom, akkor a testvéred, aki most itt állhatott a pódium mellett, ő már volt gyermekkategóriában Európa-bajnok, te is voltál dobogó közelben Európa-bajnokságon, negyedik, és 2023-ban a hatodik helyezett, akkor most a jó évben az ifi EB a cél. Hogyan készültök erre, melyik lóval? Egy picit esetleg mutassuk be ezt a lovat, amivel most versenyeztél. Ugye nekem van Siarádó, vele készülök, és ebben természetesen ezzel a lovammal szeretnénk indulni az Európa-bajnokságon is. Otthon van 7 lovam, amivel dolgozok, és ezekkel készülök, ezekkel a lovakkal. És akkor most legközelebbi állomás, azután hová mentek versenyezni, mik a célok ebben az évben még? Ugye Szilvásváradon a tenyészre megyünk, a fiatal lovaimmal az lenne a cél. Most a tenyész, majd oda készülünk.